Tolna mindenki szívügyének tekinti a holták sorsát. Évek óta tudott, hogy a medel feliszapolódása végzetes lehet. A víz egyszerre szolgálja a mezőgazdaságot, a város átvíz elleni védekezését és lát el sportcélokat. A kotlást a város nem tudja megoldani, mondja a Peszoferegnes polgármester. Ebbe semmiképpen nem fogjuk tudni beilleszteni. Én most nem akarok beslésekbe bocsátkozni, de, min de minimum több százezer és akár, akár még egy-két milliárd forint is lehet ennek a végleges megoldása. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a vízpotláson túl mindenképpen kell a... A benne lévő, mederben lévő iszappal is valamit kezdeni. A város vezetése tárgyalásokat kezdett a vízügy és a Dunajdában Nemzeti Park vezetőségével, hiszen ez Natura 2000-es terület. A szakemberek arra a következtetésre jutottak, közösen alakítanak ki koncepciót a megoldás érdekében. Kell egy szakmai anyag, amivel egyáltalán el tudunk indulni bárhová. Legyen ez egy pályázat, legyen ez valami központi forrás, legyen ez egy, ez egy uniós támogatás de ahhoz, hogy, hogy egyáltalán meg tudjuk becsülni azt a, azt a költséget, amiben ez a továbbiakban kerülne, ahhoz kell egy szakmai anyag. Nincs mire várni, mondja Tonna polgármestere. Jó, ha egy-két év áll rendelkezésünkre, hogy megmentjük a holtágat. Ellenkező esetben környezeti katasztrófa következhet be.